Ez alkalommal is a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar, valamint a Kantémusz Kórus Család közös műsora adta a Városi Karácsonyi Hangverseny programját. Ám a koncertet megelőzően két köszöntő is elhangzott. Elsőként a templom plébánosa, Felföldi László azt emelte ki, ezek a napok egyetlen gondolatról szólnak, az ünnepről, ami az embert emberré teszi. Szerinte, ha valaki elveszíti az ünnep lényegét, akkor mindent elveszített. És az ünnepben mindig különös ajándékok vannak, de a legfontosabb a találkozás, a jelenlét. És csak a szívek tudnak igazából találkozni. Elfuthatunk egymásnál, megmúlítunk, kezet foghatunk, de még nem találkozunk. A város polgármestere az este meghívója adventi beszédében arra utalt, az önkormányzat nem csak karácsonykor, de egész évben nagy figyelmet fordít a gyermekekre, a családokra, az idősekre és fiatalokra egyaránt, és ott segít, ahol a legnagyobb szükség van arra. Legyen szó szociális támogatásról, gyermekétkeztetésről, táboroztatásról, vagy az idősebb generációnak nyújtott juttatásokról. S a fejlesztések, útépítések, intézményfelújítások is, bár átmenetileg kellemetlenséggel és nagy felfordulással járnak, minden nyíregyházi örömére valósulnak meg. Ugyanakkor jelezte, a karácsony az egyik legfontosabb keresztény ünnep, és ebben az időszakban városunk közösségének tagjai, mint minden esztendőben, most is szívesen osztják meg egymással az ünnepvárás pillanatait. A karácsonyi forgatag a belvárosban és az adventi programsorozat, melynek része a közös gyertyagyújtás, még inkább összehozza az embereket. Kívánom, hogy ez a világos legyen a város, hogy az ünnepvárás minden családnak, minden gyermeknek fényes és örökös. Szeretet, hűség és áldás. A polgármesteri beszédet követően John Rutter, kortárs brit zeneszerző művei adták az ünnepi műsor gerincét. A koncert közreműködői a Szabó Soma Liszt Díjas Karnagy által vezényelt Szabolcsi Szimfonikus Zenekar, valamint a Kantémusz Vegyeskar és a Kantémusz Gyermekkar volt.